Ezt a kis teherautót lopta el Györkönyből 3 tizenéves fiú. Még június 13-án tett feljelentést egy györkönyi férfi a nagydorogi rendőrőrsön, ugyanis arra lett figyelmes, hogy az éjszaka során eltűnt az utcán parkoló autója. A férfi a furgonban hagyta annak indító kulcsát, így nem volt nehéz dolga a tolvajoknak. A rendőrség végül egy nap alatt a tettesek nyomára akadt. Egy 15 éves pálfai, egy 17 és egy 18 éves nagydorogi fiút állítottak elő az egyenruhások. A fiatalok elmondták munkatársaimnak azt, hogy előző este Nagydorogon lakóhelyük környékén szórakoztak, majd úgy döntöttek, hogy átsétálnak Györkönybe. A fiúk elmondása szerint mind a hárman unatkoztak, de valamit próbáltak tenni, viszont hazafelé már nem akartak gyalogosan közlekedni, ezért egy járművet akartak megszerezni, amivel hazajuthatnak. Egyikük, a 15 éves fiú meglátta a furgont, beszállt és hazavitte a barátait. Először Pálfán voltak, majd Nagydorogra mentek. A fiatal tolvajok a sárvízi töltésen haladtak az autóval, és úgy döntöttek, hogy leszedik annak rendszámtábláit, és a bokrok közé dobják. Nem sokkal később lesodorodtak az útról, és egy fának ütköztek. A három fiú úgy döntött, gyalog folytatja útját, előtte azonban elloptak egy kést és egy mobiltelefont az autóból. Mindhárman kiszálltak az autóból, de még mielőtt hazamentek volna, az autóban találtak egy kést, valamint egy telefont, ezt is magukhoz vették, és ezzel mentek haza. Kollégáim mind a három fiút járműkényes elvétele büntet elkövetésével gyanúsították meg, és azt a két fiút, akik a rendszámtábla leszerelésében részt vettek, őket még egyedi azonosító jellel visszaélés büntet miatt is gyanúsítottként hallgatták ki. Mindhárom fiú szabadlábon védekezik. A járművet kollégáim a siótöltés mellett megtalálták, valamint a kést, illetve a telefont is lefoglalták az elkövetőktől. A furgont megtalálták a rendőrök, majd visszaadták a tulajdonosának. Továbbá az elvitt telefont és a kést is lefoglalták a fiúktól.